Első győzelme megszerzéséért lépett pályára a hazai csapat a 2-2-es mérleggel érkező Paks ellen. Jól kezdte a meccset a házigazda, az első negyedben már 8 ponttal is vezettek a cápák, de a negyed végén már egy ponttal jobban állt az atomerőmű ese. A második 10 percben felváltva vezettek a csapatok, a nagyszünetre 36-35-ös állásnál vonultak le a játékosok. A harmadik játékrészben 8 ponttal ellépett a Paks, sőt a negyedik negyed elején is ők szerezték az első kosarat. Aztán viszont a hazaiak percei következtek, egy 14-0-ás rohammal visszavette a vezetést a Nyíregyháza. A végjáték izgalmasan alakult, egy pontos hátránynál Darius Perry hármasa céltévesztett, a vendégek pedig még bedobtak egy büntetőt, így 2 pontos hazai vereséggel zárult a mérkőzés. Igazából mindent megtettünk, nyilván csináltunk butaságokat, de a csapat már mindent megtesz, helyenként jól is játszik, mert csak a győzelem hiányzik, de úgy gondolom, hogy ha így fogunk játszani, akkor van esélyünk megszerezni az első győzelmet, és utána szerintem át tudunk lendülni. De nyilván voltak hibák, meg én is ideges voltam, de azért ilyen játékkal van keresnivalunk. A vendégek edzője szerint az volt a győzelmi kulcsa, hogy 2 fontos periódusban is visszatudták venni a vezetést a hazaiaktól. Azt hiszem, hogy egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, nagyon sok hibával. Tehát izgalmas volt a mérkőzés, de nem biztos, hogy a külső szemlélő azt mondja, hogy egy szép mérkőzés volt. Hát nekünk sajnos azt a védekezést kellett választani, amit elővettünk a héten a Perire, egy újfajta védekezést, hiszen nagyjából őt egy-egyben nehéz megállítani. Sikerült is ezzel a védekezéssel, úgy érzem, egy kicsit túlpörgetni. Tényleg 2 fontos momentum volt, az egyik, hogy az elején 15-6 után visszajöttünk a mérkőzésbe, egál mérkőzést játszottunk utána, végülis, és utána a harmadik negyedbe sikerültek a támadásaink, és el tudtunk menni 10 pontra. Aztán érthetetlenül sorra adtuk el a labdákat, és a második momentum, amikor 4 ponttal átvette zsákolásokkal, meg gyorsindításokkal a Nyíregyháza, hogy ott nem estünk össze. A szlovák válogatott Marek Dolezsáj 9 pontot szerzett a meccsen, amelyen a vendégek 9 lepattanóval szedtek többet a hazaiaknál. Szoros mérkőzést játszottunk, magunkat okolhatjuk, hogy nem nyertük meg, mert nem játszottunk elég fizikálisan. Rengeteg támadó lepattanót, ezzel második esélyt adtunk a Paksnak. Keményebben kell játszanunk, ha így lesz, nyerni fogunk mérkőzéseket. A forduló további eredményei a következők: Sopron Oroszlány 76-64, Körmend Albafehérvár 86-83, Zalaegerszeg Kaposvár 81-77, Deac Szombathely 69-71, Kecskemét Szolnok 53-91 és Szeged Budapesti Honvéd 77-67. A tabella élén a Szolnok áll 4 győzelemmel. A nyeretlenül sereghajtó Nyíregyháza szombaton a 2-3-es mutatóval 9. Oroszlány otthonában lép pályára.